jelenség van a támaszponton. Nem, majd mindjárt megoldjuk. Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai műhelyben, melyben egy ember számol. Azt jelenti, hogy egy pár, két pár, három pár, négy pár, öt pár. Van egy a csomagtartóban, az 6, egy az autón, az 7, az 14 gumi, még ha hozunk 6-ot, az 20. 20 gumival, hogyha ilyen vizes, taknyos lesz, akkor hát el vagyunk talán egész nap visontán. Mert hogy most vasárnap megyünk oda autózni, hogy utána aztán végleg befejezzük ezt a driftelős szezont, és átérjünk a csapatos szezonra. Palko, ugye cseréltél benne fagyálót? Még nem. De akkor mérjük meg talán, hogy miért kell fagyálót cserélni. De majd lesz benne fagyáló cserélve, hiszen ha térre eltesszük az autót, akkor megnézzük, hogy mennyi benne a... milyen benne a fagyáló. Mi raktunk bele mondjuk, amikor kérlek szépen Benz, ez mindjárt fordítok rajta, hát ez azt mondja, hogy mínusz 25 fokig jók vagyunk, de azért én ilyenkor a biztonság kedvéért kicserélem. Amúgy ez a pumpás fagyáló mérő, vagy fokoló, ugye ismerheti mindenki, aki főzött ma ezt azt otthon, vagy borászkodik. 999 forint volt a barkácsáruházban. Benzinkúton nem láttam, azért vettem ott. Ez a legegyszerűbb, ugye lehet refraktométert venni, csak az ilyen 10 000-es tétel, minek ezzel bedugod, felszippantod, itt a skálarról leolvasod, hogy meddig vagy jó, hozzávetőleges értéket ad, de arra bőven elég, hogy megnézzük azt, hogy az autón kibírja-e majd a téli fagyot, de nem csak ennyiből van az egész sztori, az egész történet, hanem ugye fel is kéne készíteni, vagy ha törődni kéne az autóval télen, úgyhogy tavaszra ne egy lyukas rozsdakupac legyen belőle. Viszont ezt nem itt fogjuk megmutatni, hanem elmegyünk oda, ahol a profik dolgoznak. Menjünk el a Star Car-ba, nem? Ha ma úgyis náluk moshatunk mindig, megtakarítunk, hát csak értenek hozzá, nem? Mondjanak egy-két trükköt. Úgyhogy a Merci az bevetésre kész, futóműállítás az fog neki kelleni, de az a pénteken elmegyünk. Így. Hát szóljon. Ez most egy ilyen kicsit ilyen segítsünk egymásnak műhely lesz. A jó tippeket, meg minden, de tényleg csak a jó tippeket, ezt nyugodtan kommenteljétek be a Facebookra vagy a YouTube-ra, ti hogyan szoktátok felkészíteni az autót, vagy mik a tuti bevált módszerek. Én ugye azt mondom, hogy a téli gumi az kell. A legolcsóbb téli gumi is jobb télen, mint a marhadrága nyári, vagy netán 4 évszakos. És hát évekig jó vagy. Én beszoktam tenni mindig egy pokrócot, meg van egy ilyen kis gyalogsági ásom, ilyen összehajtható. Sose lehet tudni, éppen a csomagtartó belfér, nem képvisel nagy többletsúlyt, azt viszem magammal. Még egy dolgot szoktam meg, de ez lehet, hogy csak az én hülyeségem. Télen, ha így messzebbre megyünk, vagy családdal megyünk, vagy valami, mindig azt úgy csinálom, hogy mindig teletankolom az autót. És akkor ami elfogy, azt megint visszatankolom, mindig azért legyen üzemanyag, sose lehet tudni, hogy mikor rohadunk le, úgyhogy órákig járatni kell a motort, ami nyilván nem jó, de jobb, mint a megfagyás. És én ezeket szoktam. Ablaktörlő lapátot, azt cseréljetek. Hogyha lehet, akkor felhajtva tároljátok, mert ha lefagy, akkor amíg lemelegszik, és te meg elkezded törölni, akkor az jó letépi róla a gumit. Ugye itt teszt. Mercinek ez egykaros. Fagyálót nézzétek meg, ugyanúgy figyeljetek oda az ablakmosóra, hogy az is téli legyen. Nagyon kellemetlen, amikor szétfagy a nyári, vagy ilyen kásás lesz, és nem jön. Az a kisebbik rossz, a nagyobbik rossz, amikor szétfagy, szétnyomja a tartályt. Drága. És hát aki most megy a gumishoz, az ne anyázzon, mert ilyenkor van a gumisnak általában a legtöbb dolga. Korábban kellett volna gondolkodni. Ez például a Bence esete is, aki most vasárnapra hagyta a téli gumi cserét, aztán akkor a kapott időpontot. Szóval így, menjünk a Star Carhoz, nézzük meg, hogy milyen trükkjeik vannak nekik. Mit látunk a képen, Bence? El Toro. Ez az a dolog, amit... El! De nyugodtan beszélgethetünk. Az a lényeg, hogy itt van velünk Tóth Tomi, ugye te vezeted, meg te vagy a tulajdonosa is a helynek egyben? Ketten csináljuk. Ketten csináljuk. Így van. Na most a Tomi fog nekem segíteni. Kezdjük ott, hogy a mikroszálas törlőkendőt én kötelezővé tenném minden autóba. Ez így van. Szóval tényleg mennyi? 500 forint? Attól függ, milyen minőségű és mire használjuk, de nagyjából onnan el lehet. Szóval tényleg egy próbát tegyetek meg. Vegyetek egy mikroszálas kendőt, ha máshonnan nem, akkor a feleségeteknek lesz valószínűleg a konyhába, és
vegyetek mondjuk egy ilyen benzinkutas alkoholos vackot, amivel annyit érsz el, hogy a pórusaiba belenyomod a koszt. Ugye a műszerfalnak? Törölje végig így a mikroszállással egyet, meg törölje végig azzal egyet, és aztán nézd meg, hogy melyik után lesz tisztább. Szóval ez az első dolog. Ez az első, legfontosabb, igen. Azt még elfelejtettem mondani az előbb, amikor a gumikról beszéltünk, hogy ez egy 4 mm nagyjából a határ, ami alatt én már biztos nem raknék fel téli gumit, mert semmi értelme nincs. Viszont meg egy másik érdekes dologra most rájöttem, hogy én mindig megnézem az ADAC téli gumitesztet. Nem mintha érdekelne, hogy mi a végeredmény, mert ugye a saját tapasztalatunkra hagyatkozunk, az ADAC meg már játszott egy párszor a bizalmunkat. Egy dolgot nem vizsgálnak, ami szerintem nagyon fontos a téli guminál, az öntisztuló képesség. Hogy van zajszint, van, tudod, van féktáv vizes aszfalton, meg szárazon, minden. Az, hogy mennyi alatt forgatja ki magából a gumiahavat, azt nem pedig. Na, de most Tomi elmondja, hogy tudunk még segíteni, menjünk be a műhelyben, mutogatunk. Ha gondoljátok, be is mehetünk. Hát menjünk közben, ez zajlik a dolog, mert kisütött a nap, aztán hirtelen. Új, mindenkinek takaríthatnék el. Nézd? Ez még jó. Az még jó téli gumi. Egyébként téli gumi is nagyon megosztott, hogy kinek mi jön be, ki jól használja, hogy használja, tehát az is. Persze, de hát még azt mondtam az előbb is, hogy a szár téli gumi is, ha új, többet ér, mint a nyári. Hát, mert amikor így korcsolyázol bele a szalagkorlátba, akkor már azért eszedbe jut, hogy... Ez így van. Na Tomi, te mit javasolsz, mi legyen az autóval, vagy mire figyeljenek oda, amikor télen autózunk? Hát télen én úgy gondolom nagyon sok minden, ugye egyrészt műszakilag, de hogyha a kozmetikát nézzük, tehát mondjuk valaki otthon szeretne autót ápolni, én mindenféleképpen azzal kezdeném, hogy egy általánosan legyen mindig tisztán tartva az autó. Ennek az a lényege, nagyjából már mindenki tudja, de van, aki még nem, hogyha az autónak a laprétege, az egész karosszéria nincsen a kerekekkel, a felnikkel, illetve az egész karosszéria az ajtóktól elkezdve nincsen megtisztítva rendszeresen, akkor előbb-utóbb ugye rászáll a szárlórozsda, beleül a vízkő, elkezd korrodálódni időzőjebb az autó. Már nem két hónap alatt, de évek alatt igen. Van ilyen motyód, amit tudsz mutatni? Gondolok itt például a glicerin tartalmú kis szivacsra, amivel töröljük végig ugye a kédert, nem? Így van, annyi van, hogyha valaki otthon akarja ezt csinálni, akkor a legjobb felhasználási mód a glicerin. Mi ugye ezt speciálisan egy gumiápolóval csináljuk, tehát ez teljesen más. Mi is meg tudjuk csinálni, hogy valaki akarja, akkor egy nagyon jó 400 forint konkrétan gondolom egy pár. Aminek ilyen szivacsos a vége, nem? És akkor az a bedörzsölet. Így van, igen. De lehet mikroszálas kendővel, pont amit mutattál. Tehát az nagyon jó felhasználási mód. Na, látod, a mikroszálas mindenre jó. Ami még talán paradoxul hangzik a kezdő autósoknak, hogy miután mentünk télen a hóba, menjünk valahova máshova, Bence, mert nagy a zaj. Megyünk a hóba, feldobáljuk magunkra a sót, illetve a hintőanyagot, amit tudjuk, hogy nem illik sónak hívni, mert nem az. Utána csapassuk le az autót sima tiszta vízzel, nem? Így gőzborotvával. Mert akkor nem ül meg a só, nem kezd el dolgozni. Valamint én még azt szoktam csinálni, majd mondok, hogyha tévedek, hogy a kerékjárati ívből, ha nem vagyunk lusták és van némi minimális műszaki affinitásunk, vegyük ki ezt a takarólemezt, ha ki tudjuk, nyúljunk be és tisztítsuk ki itt ezt a zsebet, nyúljunk be a küszöbe, mert ott valami elképesztő mennyiségű rittyó össze tud gyűlni, és akkor szépen elkezdi belülről kirohasztani a lemezt meg a küszöbet, igaz? Így van, illetve még amit hozzátennék a nagy nyomásúhoz, illetve az, ahogy leveretni az autót a sótól. De nagyon fontos az, hogyha mondjuk ellátnánk, nem csak ugye profi kozmetikában mi el tudjuk látni mindenféle bevonattal az autót, de hogyha otthon valaki akarja, árérték arányban egy csomó jó folyékony viaszt lehet kapni. Hogyha rendszeresen karban van tartva az autó egy viasszal, sokkal egyszerűbb tisztán tartani az egész felületét az autó. De várjál, mondtad ezt a... Ugye, mi van ezzel a nano cuccal? Mert ugye van ez a nano bevonat. Igen, 2-3 éve mi csináltunk egy ilyet, teszteltük szélvédőn. Tényleg lepergeti a vizet, tök jó meg minden, de most már látom, hogy például lehet az egész kocsira kérni, ez miért jó? Úgy képzeld el, hogy nem csak az autóra, a műszerfaltól, a bőrtől, ami most már sajnos általában műbőr az autóknál, akkor a szövetet lehet impregnálni, kabriótetőt ugyanúgy. A szövetet, de hát mindent. A gyerekek elől így van, amikor benne ülnek a gyerekek, és éppen mondjuk mennek a kárcébe étel-ital, és mondjuk kiborul, a szövet is, hogyha be van impregnálva, akkor sokkal jobban tiszta lehet. De mi egyszerűen letörlöd róla? De mit csinál? Az a lényege, az összes bevonatnak, lehet az ugye kemény viasz, folyékony viasz, nanotechnológiás bevonat, kerámia bevonat, mindegyiknek ugyanaz a lényege, hogy az adott felületen, mindegy, hogy milyen felület, lehet az fémfa, krómtól elkezdve bármi, mindegyikre meg van adva, lehet az alufelni is szoktunk kívülről belőle. Tényleg azt is megmárja a só. Fék nyerget is szoktunk mondjuk kerámia.
tudnia bevonatolni például. Szóval. Ennek mindegyiknek az a lényege, hogy egy védő réteget képez a felületen, és hozzá tudsz érni a felületre, lélegzik a felület, de egy hidrofób lesz, ezáltal minden taszít magától. Ez a lényege. Na, hát akkor tudsz mutatni ilyen motyókat, amiket otthon esetleg meg lehet venni? Kivéve jó, a mikroszálas az adott. Mutatok, gyertek velem. Gumiszőnyeg nem hülyeség, de, igen, bocsánat, olyan gumiszőnyeget vegyetek, lehet univerzális, csak legyen neki pereme, mert semmit nem ér a gumiszőnyeg, ha elolvad a cipődről a hó, aztán kiömlik, legyen neki pereme, ami megfogja. Utána meg kiveszed, azt kitörlöd. Menjünk kicsit ide, a csendesebbe. Hagyjuk őket dolgozni. Na, itt a motyó. Itt vannak fönt a... Ezek jó, hát ti ezt használjátok. Igen, mi ezeket használjuk igazából. Annyi a lényege, hogy itt is látszik, hogy nem egy márkánál állunk meg, hanem rengeteg fajta bevonatot lehet. A nano bevonatok például pont itt vannak, a keremélyek meg hűtőben vannak, mert ezt hűtőbe kell tárolni. De ennek az a lényege, hogy vannak például olyan fajta bevonatok, ami teljesen olcsón kifizethető, vannak tégek, ami egészen hogy kell, fölvinni, ha mondjuk valaki azt mondja, hogy jó, ezt ő otthon megcsinálja magának. Igen, van kettő fajta, van a legprofibb, amit mi alkalmazunk, azt a kézmelegével a 36 fokunkra bevesszük a tenyerünkbe, eldörzsüljük és úgy bemasszírozunk a rétegbe. Egyszer eljöttök és végig fogdasod az autót. Micsoda? Mint hogyha olyat csinálnál, igen. Tehát teljesen olyan. Egyszer eljöttök és kipróbáljátok, amikor csinálnak. Így van. Igen, de van a lakossági felhasználásra egy a átlag, ezek a kemény vakszok, a nanobevonatok. Ez ilyen valami puha szilárdcsal. Így van, és a legfontosabb megint ugyanaz, hogy a kedvencedet mondjuk, hogy utána a mikroszálasra vissza kell törölni, hogy ne legyen foltos, és lejöjjön az, ami nincs, vagy nincs értelme, hogy ott rajta maradjon a felületen. Na, hát akkor egy a lényeg. Nagyon sok pénzt meg tudsz magadnak spórolni, ott tavaszra azért ne legyen lyuk a saverda. Nem gond, hogyha mindig le kell mosnod, mert szintén pénzt spórolsz. Gumit azt ápolod a glicerinnel, lehetőleg masszírozzuk be, ugye nem, az nem jó, hogyha csak így végig fújjuk, az bele kell dolgozni abba a gumikébe. Igen, nagyon fontos például, hogy biztos sokan kéreznék a szilikont. Igen. Tehát nálunk például otthon is ezt meg lehet csinálni, nekünk semmi nincs szilikontartalom, nincs olyan vegyszint a szilikontartalmú, mert... Na, most lássuk el a szilikon tévhitet. Igen, tehát nincs baj a szilikonnal akkor, hogyha jó minőségű szilikont választunk, a mai piacon meg mondjuk 10-ből talán 2, ami mondjuk jó minőségű szilikon. VD40? A VD40 nem rossz, attól függ, hogy mire. Nyilván műszerfalápolás nem jó, de van mondjuk egy kéder, az ajtóknak a nem kéder, hanem a palcnál, tudod, a zsonéró, de arra például jó. Az árak meg ilyen dolgokra például ugye az jó. Az is visszaszító hatású. Így van, tehát olyat arra lehet használni, igen, nyilván mi nem használjuk, de otthon valaki akarja, jó a glicerin, jó a babaolaj, és ilyen dolgokat tényleg, lehet használni. Mondtad az alufelnét, azzal mit tudsz csinálni, ha megmárja a sót? Nyilván vissza kell polírozni, azt megint újra lakkozni, de az szintén ez a nano sztori legyen? Megint ugyanaz, mindig az ellen, tehát védjük meg az autót, és akkor utána nem lesz nagyobb költségünk. De mondjuk egy felnél az azért ki van téve ott a kavicsnak, meg a minden, meddig tart lehet egy ilyen nanobevonat? Hát ez felhasználás függő, illetve hogy hát inkább kerámiát mondanék, mert az a legtartósabb, hogy felnire. Úgy szoktuk csinálni, van egy ilyen, hogy ha valaki mondjuk új autót venne, a kerámiát az egy, amit azt mondom, hogy azt tényleg szakmunkahelyébe kell csinálni, meg a nanomevonatot, mert ezt nem tudják otthon megcsinálni az emberek, mert nem lesz olyan, és akkor azt fogják mondani, hogy rossz terméket választottam, de nem a termékkel van effektív probléma, hanem azzal, hogy nem tudják jó professzionálisan felvinni. Csak azért kérdezem, mert láttam már olyat, hogy lehetett venni ezt a nanobevonatos motyót, és akkor hőpisztolyjal így melengedték rá a felnire, meg ilyesmi, az nem. Hát erről például nem tudok. Próbáljuk meg. Igen, ezt próbáljuk meg, igen. Na jó, mindegy, egy a lényeg, figyeljetek oda télen az autóra, még inkább jó téli gumi, pokróc, fagyáló, fokoljátok le, nézzétek meg, de nem lesz baj, és közlekedjünk óvatosan. Ennyi. Igen. Na, ez volt Tomi, meg a Sarkar, meg mi Bencével. Csoki! Jones Way. Jószerszámot csak egyszer veszel.